átadták a nemesi portát. A vidékfejlesztés legfontosabb eleme a közösségi azonosságtudat megerősítése, amelyben kulcsszerepe van a nemzeti értékek, hagyományok megőrzésének, mondta a Cégény Dányádon Kövér László. Tilos a tűzgyújtás. A hőség és a szárazság miatt az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőgazdálkodásért felelős miniszter. Ökocentrum Tiszalökön. Az ökoturisták egy modern látogatóközpontban, valamint a kenyérgyári holtágnál kutató és megfigyelő eszközök segítségével ismerkedhetnek a természettel. A vidékfejlesztés legfontosabb eleme a közösségi azonosságtudat megerősítése, amelyben kulcsszerepe van a nemzeti értékek, hagyományok megőrzésének, mondta a Cégény Dányádon Kövér László. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az országgyűlés elnöke a Szamos Fest rendezvénysorozaton vett részt, amelynek keretében átadták az uniós forrásból felépített nemesi portát. A 191 millió forintból létrehozott porta és kézműves udvar turisztikai célokat szolgál majd a jövőben. Az ország keleti szélén fekvő szatmári térségben ipari beruházások hiány, a turizmus lehet hatékony eszköze a vidékfejlesztésnek. A Cégény Dányádon 191 millió forintból felépített nemesi porta és kézműves udvar átadásán Kövér László az országgyűlés elnöke a nemzeti értékek megtartásának fontosságát hangsúlyozta. A korabeli nemesi ellenállás jog helyébe, tisztelt Hölgyeim és Uraim, napjainkban a 21. század globális világában a nemzeti ellenállás jog lépett. Az önazonosságuk maradékát még őrző európai nemzeti közösségek hűségesek akarnak maradni keresztény szellemi gyökereikhez, történelmi és kulturális hagyatékukhoz, hűségesek akarnak maradni önrendelkezésükhöz, valamint hűségesek akarnak maradni élhető szülőföldjükhöz. A Cégény Dányádi turisztikai programba szeretnék bevonni a történelmi Magyarország korábban Szatmárhoz tartozó, jelenleg Romániában és Ukrajnában található nevezetességeit. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke szerint a közös kulturális gyökerek és értékek ápolása a nemzetegyesítést is szolgálják. A nemzetegyesítésnek a közjogi alapjait a kettős állampolgárság intézményesítését jelentő könnyített állampolgársági törvény, honosítási törvény elnézést adja meg. Ezt a két törvényt a külhoni magyarok nevében köszönjük az anyaországnak. A település polgármestere szerint a mezőgazdaság mellett a turizmus teremthet munkahelyeket és jövedelemszerzési lehetőséget a szatmári térségben élőknek. A turizmus és a mezőgazdaság az, ami a jövőt jelentheti számunkra. Na most ez a térség a turizmusnak lesz a találkozóhelye, és a turizmus fejlesztésbe fog nagy szerepet játszani. Ugye indul a nemesévállási programunk, ami egy olyan üzleti ajánlat a turisztikába fektetőknek, amire a július 5-i turisztikai konferenciákra több mint 150 ember jelentkezett, aki turisztikában befektető vagy üzletember. Az Újraéled a Nemesség Szatmárban program kapcsán elkészült beruházásokat a Szamos Fest rendezvénysorozat keretében adták át, amelynek idén Kárpátalja a díszvendége, akik ünnepi műsorral mutatkoztak be a közönség előtt. A hőség és a szárazság miatt július 3-án az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőgazdálkodásért felelős miniszter. Mindenféle tűzgyújtás tilos, tehát a tűzrakó helyeken sem lehet égetni, valamint tilos a parlagégetés és a házi gazégetés is. Több esetben kérték a tűzoltók segítségét szabadtéri tüzek oltásához Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hétvégén. 8 hektáron gyulladt meg a száraz ajnövényzet, 2 hektáron a száraz bozótos és 100 négyzetméteren égett a száraz fű vasárnap délelőtt Dombrádon. 1 hektáron kellett a kigyulladt lábon álló gabonát, valamint a lángra kapott akácos ajnövényzetét oltaniuk a szakembereknek Tiszakanyár külterületén. Ezek mellett kisebb tűzesetek adtak még feladatot a tűzoltóknak Kótajnál, Kisvárdán és a megyeszékhely környékén. Is. 2015. július 3-án az egész országra tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőgazdálkodásért felelős miniszter úr. Ez visszavonulásig érvényes, tehát még nem tudjuk, hogy meddig van ez elrendelve. Mindez azt jelenti, hogy erdőkben, az erdőktől számított 200 méteres távolságon belül közút és vasút melletti fásításokban szigorúan tilos mindennemű tűzgyújtás, tehát tűzrakó helyeken is szigorúan tilos, és tilos mindennemű parlag és gazégetés ezen területeken.
Ha valaki tüzet észlel, megpróbálhatja a rendelkezésre álló eszközökkel eloltani, de mindenképp kötelessége bejelenteni az esetet a 105-ös vagy a 112-es ingyenesen hívható segélyszámon. Az új országos tüzelési szabályzat, amely idén március elején lépett hatályba, bevezette az irányított égetés fogalmát, ami azt jelenti, hogy külterületen kérelemre a hatóságunk, tehát tüzelési hatóság engedélyt adhat égetés végrehajtására. A tűzgyújtási tilalom bevezetésével ez most felfüggesztésre kerül, tehát mindenemű ilyen típusú égetés szigorúan tilos. Tehát az erre időszakra kiadott engedélyek is semmisek, tehát az irányított égetés nem valósítható meg. Ha valaki a tilalom ellenére tüzet okoz, 20-tól akár 60 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságra számíthat. Átadták a közel 240 millió forintos uniós forrásból megvalósult Kistisza ökocentrumot Tiszalökön. Így az óvodás és iskolás gyermekek, valamint az ökoturisták egy modern látogatóközpontban, valamint a kenyérgyári holtágnál kutató és megfigyelő eszközök segítségével ismerkedhetnek a természettel. 1971 óta zajlik környezeti nevelés Tiszavasváriban, az ottani oktatóközpont és nevelőmunka adta az ötletet a tiszalöki ökocentrum megépítésére. A férjemnek volt egy nagy álma, hogy a környezeti nevelést még nagyobb teret kapjon itt a térségbe, a gyerekeket táboroztatni és olyan ökoturisztikai helyszínekre elvinni, amit egyébként lehet, hogy nem keresnének fel önállóan, és itt ez a Tisza térség, ez pontosan erre nyújtott egy nagyon jó alkalmat, és hiszen a Tisza gyönyörű, a Tisza környéke csodálatos, és ezeket a természeti értékeket szeretnénk a gyerekeknek megmutatni. Ebben az álomban segített, hogy megvalósuljon Dan Tamás, aki a Komplex C csoportnak a vezetője, és ő segítségével pályázta meg az alapítvány ezt az ökocentrum létesítményt. A Kistisza ökocentrum Tiszalök egyik főutcáján található, a környezeti neveléshez kapcsolódóan pedig terepgyakorlatokat és ökoturisztikai programokat szervez majd. Ezekhez használják majd a modern kutatási tevékenységeket is segítő eszközöket, amelyek már az ökocentrumban sorakoznak egymás mellett. Remekül fel van szerelve. Olyan felszerelése van, hogy aki ide bejön, annak eláll a szeme, szája, a lesátortól kezdve a csillagászati távcsőig minden van. Mikroszkópok, szóval remek lehetőségek a gyerekek számára. Azon kívül, és ez nagyon fontos, szolgálja Tiszalök turisztikai programját is, éppen úgy, mint a tanösvény. A tiszalöki tanösvényen a projektnek köszönhetően kerékpárokkal is tudnak közlekedni majd az ökoturisták és a gyerekek. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A pályázó a Tiszavasvári Börzsbagyok Szögilős Alapítvány, aki 95%-os Európai Uniós támogatást kapott, 5% önőt biztosított hozzá. A pályázatot megvalósította és menedzselte a Komplex Cég csoport, és a működési területe pedig a Tiszalök természeti adottságait kihasználva a tiszalöki kenyérgyári holtág, amely egy 26 hektáros egybefüggő vízfelület. A holtágnál található az ökocentrum fogadóépülete. Innen indulnak majd az érdeklődők a növényeket és állatokat figyelni, kutatni. Egy buszon fogták el a rendőrök annak a rablásnak az egyik gyanúsítottját, amelyet pénteken hárman követtek el Nyíregyháza Oroson. Egy kerékpárral hazafelé tartó 44 éves férfit ütöttek le, majd miután a sértett földre került, tovább bántalmazták, elvették a pénzét, végül otthagyták áldozatukat. A férfi másnap tett bejelentést, ekkor derült ki, hogy sérülései súlyosak. A nyíregyházi rendőrkapitányság munkatársai azonosították az elkövetőket. Egyiküket, Á János, 24 éves helyi lakost, egy buszon, társát, a 19 éves D. Józsefet nyíregyházi lakásán fogták el. Az idősebb gyanúsítottat kihallgatását követően őrizetbe vették. A fiatalabb szabad lábon védekezhet, harmadik társukat még keresi a rendőrség. Négyes karamból történt vasárnap késő délután a 38-as számú főúton Tiszanagyfalu külterületén. Egy lengyel rendszámú gépkocsi nem tartott kellő követési távolságot, így nekiütközött az előtte haladó autónak, majd két másik gépkocsinak is neki koccant. A mentők egy 9 éves gyereket szállítottak kórházba, az anyagi kár jelentős, a rendőrség tolmács bevonásával vizsgálta a baleset körülményeit.
Június elején megkezdődött a Nyíregyházi Északi Temető központi ravatalózójának felújítása. A munkálatok befejeződtek, így már ott is van lehetőség a temetési szertartások lebonyolítására. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési vállalat igazgatója elmondta, a sírkertben feltérképezik az illegálisan kihelyezett balesetveszélyes padokat. Amennyiben a felszólítás után nem bontják le az érintettek a padokat, úgy a temető munkatársai teszik meg azt. A nyíregyházi sírkert közterület, így minden esetben engedélyeztetni kell, ha valaki például növényt telepítene, vagy mondjuk padot, lócát helyezne ki egy-egy sír mellé. Az emlékezést, elmélkedést is megkönnyítő ülő alkalmatosságok azonban sok esetben illegálisan vannak felállítva, némelyik pedig nagyon rossz állapotban van. Erre és az ezzel kapcsolatos teendőkre hívja most fel az érintettek, tulajdonosok figyelmét a temetkezési vállalat. Amennyiben mondjuk használati értékét elveszítette, vagy akár balesetveszélyessé vált, akkor rendeletek által szabályozva ezeket sajnálatos módon el kell távolítanunk. Természetesen mindig egyeztetünk a rendelkezőkkel és a tulajdonosokkal előtte. Most is ez történik, a napokban értesítettük ki őket, a rendelet alapján és a temetőszabályzatban rögzítettek alapján 15 napjuk van arra, hogy reagáljanak, és eltávolítsák ezeket a padokat, ha nem, akkor a temetkezési vállalat ezeket a padokat beszedi, és onnantól kezdve újabb 30 napja lesz a tulajdonosnak, hogy ezeket a padokat elszállítsa, hanem akkor megsemmisítésre kerülnek. A karbantartó munkálatok mellett újításokat is észrevehetnek azok, akik a nyíregyházi északi temetőben járnak. A központi ravatalozónál 2 millió forint értékben történtek munkálatok az elmúlt hetekben. Itt többek között a mennyezetet javították, valamint burkolták a függőleges falakat, a lábazatot. A legnagyobb elhasználódásnak nyilván a szertartástér van kitéve, illetve vele összefüggésben főbejáratra néző homlokzat. Ezek a munkálatok valósultak meg június folyamán. Eredetileg 3 hétre terveztük, de közben olyan munkálatokat csatoltunk még hozzá, amelyek révén július 1-ével kapta vissza a város lakossága a központi ravatalozót. Az igazgató hozzátette, terveik szerint a Pazonyi út felől új kerítést kap majd a temető, valamint rendezettebb parkolót is szeretnének kialakítani ott. A gabona betakarításának hagyományos módját mutatták be idén is a Tiszaeszlári aratónapon. A részleteket hamarosan megtudhatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese a szintén MB3-as Nyírbátort fogadta, és 3-3-as döntetlent játszott az osztálytárssal. A Spari hétfőn a Bahújszántói edzőtáborba utazott, ahol szerdán a Kisvárdát fogadja, szombaton pedig Kassán lép majd pályára a nyíregyházi gárda. A gabona betakarításának hagyományos kaszás aratását mutatták be idén is Tiszaeszláron. A település polgármestere kiemelte, immár 15. alkalommal szervezték meg rendezvényüket, céljuk a hagyományok ápolása, valamint az, hogy a fiatalok megismerjék elődeik gépek nélküli aratását. A férfiak határozott csapásokkal kaszálták a tiszaeszlári gabonát, és az asszonyok is szorgosan arattak. Akadt olyan, aki már több mint 70 éve foglalkozik ezzel a hosszú előkészületű munkával. Októberbe vetik el a magot, és 9 hónap múlva aratja le az a gazdálkodó, aki ezzel foglalkozik. Addig nincs jövedelme a vetés, a szántás, talajmunka. Ez mind költséges munka, és majd csak júliusban kapja meg érte a fizetséget a mezőgazdaságban dolgozó ember. Az aratónapot azért szervezik meg évről évre, hogy a hagyományokat ápolják, valamint hogy a fiatalok megismerjék elődeik gépek nélküli aratását. A tapasztaltak közül sokan tanácsokkal segítették az ifjú kaszásokat. Az első foka, hogy jól kaszáljon, megjelen élezve, megkalapálva, utána a csapórendszer rendben legyen, és akkor a kaszát, aki üzemelteti, annak arra kell ügyelni, hogy a jobb kar fel, bal kar le, hogy a zajja dolgozzon a kaszának, és akkor vágja a kaszát rendesen a rendet helyre. A lekaszált gabonát sarló segítségével marokban szedték, majd a kévébe kötést mutatták be az érdeklődőknek. Egyet csavarunk rajta, ide lehajtjuk,
most kell beletenni a kéz. A megkötött kévikből kereszteket raktak a tarlón, azokat pedig lovas szekérre rakták, úgy vitték el a Tiszaeszlári Ádám kertbe, ott már a cséplést nézték meg a rendezvényen résztvevők. Igyekszünk visszavezetni a gyökereinket az aratáshoz, a szent kenyérhez, a búzához, a kalászhoz, és innen ered ez az emléknap, ez az aratónap, és nagyon-nagyon sokan eljönnek olyanok, akik már korábban elköltöztek innen, vagy a családjuk itt élt, de most visszajönnek, mondom, Kecskemétről, Budapestről, Miskolcról, és szerte az országban nagyon sok helyről jönnek, és ilyenkor együtt vagyunk. A tiszaeszlári aratónapon az új kenyeret is megáldották, valamint katonai bemutatót tartottak, a színpadon pedig többek között a helyi mazsoret csoport előadását is megtekinthették a résztvevők. Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese a szintén MB3-as Nyírbátort fogadta, és 3-3-as döntetlent játszott az osztálytársal. A Spari hétfőn Abaújszántói edzőtáborba utazott, ahol szerdán a Kisvárdát fogadja, szombaton pedig Kassán lép majd pályára a nyíregyházi gárda. Rekkentő hőségben játszotta le első nyári felkészülési meccsét a Nyíregyháza Spartacus, amely az örökösföldi pályán szombaton a szintén NB3-as bajnoki rajta készülő Nyírbátort fogadta. Mindkét csapat másfél hetes felkészülés után lépett pályára. A nyíregyháziak vezetőedzője, Mátyus János elsősorban arra volt kíváncsi, hogy mire képesek játékosai kemény munkával a lábukban. Az első teljes hetünk volt, előtte volt egy csonka hét, ilyen rávezető jelleggel, most már tényleg elkezdtünk edzeni hétfő óta. Napi két edzéssel készültünk, egy nap kivételével, azt gondolom, hogy amit elterveztünk, azt végre is hajtottuk. A fizikális fölkészítésen van a hangsúly nyilván ilyenkor, illetve szeretnék minél hamarabb teljes kerettel dolgozni. Abban reménykedem, hogy hétfő reggelre, amikor is indulunk a Abaújszántóra a táborba, már úgy 90-91%-os keretem lesz. A nyíregyházi együttesnél jó néhány futballista megfordult az elmúlt napokban, közülük többen is meggyőzték a szakmai stábot arról, hogy segíteni tudják majd a csapatot a feljutás kiharcolásában. Öröské Péter nálunk folytatja, megegyezett vele a vezetőség, Jagódis Bence nálunk folytatja, illetve én borzasztóan szeretném, hogyha egy korábbi Spari játékos, a Ramos is hozzánk kerülne. Most nálunk készült, egy nagyon jó szellemű játékos, jó képességekkel van megáldva, és bízom benne, hogy ő is nálunk lesz, illetve rengeteg fiatal játékos teszteltünk. Közülünk is az Ökös Bence, illetve Kapacina Kevin, aki Kispesten játszott, szintén nálunk fogja folytatni. A Vámos Márkot már ismerik a szurkolók, illetve Lengyel Marcel is nálunk készül. Azt gondolom, hogy rengeteg fiatal tehetséges játékos fog ősztől a Spariban játszani. A mérkőzés végül 3-3-as döntetlennel zárult. A nyíregyházi csapatban Rezes két gólt lőtt, mellette Vámos volt eredményes. A nyírbátori gólokat Pál Völgyi, Baggyos és Sós szerezte. A Spari hétfőn Abaújszántói edzőtáborba utazott, ahol szerdán a Kisvárdát fogadja, szombaton pedig Kassán lép majd pályára a nyíregyházi gárda. Két felkészülési meccset is játszott szombaton a Kisvárda Mastergood. Az MB2-es bajnokságra készülő csapat Cigándon 2-1-es Mezőkövesden pedig 1-0-ás vereséget szenvedett ellenfelétől. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A vidékfejlesztés legfontosabb eleme a közösségi azonosságtudat megerősítése, amelyben kulcs szerepe van a nemzeti értékek, hagyományok megőrzésének, mondta Cégény Dányádon Kövér László. Az országgyűlés elnöke a Szamos Fest rendezvénysorozaton vett részt, amelynek keretében átadták az uniós forrásból felépített nemesi portát. A 191 millió forintból létrehozott porta és kézműves udvar turisztikai célokat szolgál majd a jövőben. A hőség és a szárazság miatt július 3-án az egész országra kiterjedő tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőgazdálkodásért felelős miniszter. Mindenféle tűzgyújtás tilos, tehát a tűzrakóhelyeken sem lehet égetni, valamint tilos a parlagégetés és házigazégetés is. Átadták a közel 240 millió forintos uniós forrásból megvalósult Kistisza Ökocentrumot Tiszalökön. Így az óvodás és iskolás gyerekek, valamint az ökoturisták egy modern látogatóközpontban, valamint a kenyérgyári holtágnál kutató és megfigyelő eszközök segítségével ismerkedhetnek a természettel. A
A Kölcsei Televízió hétfői híradóját látták, friss hírekkel kedden jelentkezünk. Híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszontlátásra! Holnap is kánikulai melegre számíthatunk. Kedd estig a Kárpát-medencét nem érik el enyhülést hozó léghullámok, így folytatódik a forróság. Éjjel többnyire gyengén, a délutáni esti órákban néhol időnként erősebben felhős idő várható, csapadék nem valószínű. A nyugati, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutára 36 fokig emelkedik a hőmérséklet. Erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. A kánikula szerdán éri el csúcspontját, akkor a hőmérséklet 38-39 fokos magasságba kúszik. Szerdán este aztán hidegfront éri el térségünket északnyugat felől. Megnövekszik a felhőzet és több helyütt számítani lehet heves záporesőre, zivatarra, viharossá fokozódó szélre. Csütörtökön a front mögött északnyugat felől csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, sok felé kisüt a nap, ugyanakkor több helyen erős lesz a szél, mintegy 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet.